Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, és nagy örömmel köszöntöm itt az Ultrahang stúdiójában dr. Bardó Zsuzsannát, a táplálkozás tudomány professzorát, az MTA doktorát. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ugye itt az orosz-ukrán háború kapcsán rendszeresen elhangzik a GMO szó Ukrajnával kapcsolatban, meg a GMO-s gabona, ugye itt az ukrán gabona vita miatt, viszont nagyon sokan nem tudjuk, hogy mi ez pontosan, illetve hogy ez miért veszélyes, ki hogyan szabályozza, és azért is gondoltam, hogy kérdezzük meg talán ebben a témában Magyarország egyik leghitelesebb kutatóját, mert nagyon fontos látni, hogy mi az, ami veszélyt hordoz, és hogy mi van a GMO szó mögött. De kezdjük egy kicsit távolabbról. Önnek hogyan lett kutatási területe a táplálkozástudomány? Hát én eredetileg vegyész vagyok. Nagyon sokat dolgoztam a Dotte Biokémia Intézetében, ahol elmentem a biokémia irányába, és mikor találkoztam a Pusztai Árpáddal, aki a férjemet, akkor kimentem hozzá Skóciába élni, és akkor a világ legnagyobb, akkori legnagyobb táplálkozástudományi intézetébe kaptam állást, és ott lehúztam jó sok évet, fölmászva a szabár létrán, és az utolsó mondjuk 8-9 évben a táplálék, bél és mikrobiomok unitnak voltam a vezetője. És itt automatikusan bekerült a gasztroenterológia, és automatikusan bekerült a megevett táplálék hatása a bélrendszerre, a mikroflórára és a táplálékok biztonsága. Amikor szó volt arról, hogy meghívjuk, akkor az egyik nagyon kedves vendégünk, Vukics Ferenc mondta azt, hogy az ön férje az ebben a táplálkozástudományi kérdéskörben, GMO kérdéskörben és sok másban nagyon-nagyon maradandót alkotott, illetve hogy hát Magyarországon talán ő volt az első, aki erről tudományos szinten nagyon komolyan beszélt, viszont nemzetközileg is sok esetben próbálták elhallgattatni. Ugye az interneten felelhető nyilvános adatok szerint abban a Skót intézetben, ahol önök kutattak, vizsgáltak patkányokon többek között ilyen, végeztek olyan kísérleteket, amelynek nagyon érdekes eredményei születtek. Ha jól tudom, ebből van, ami még a mai napig titkosított, de mi az, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani? Amit el lehet mondani, az az, ami tulajdonképpen megjelent. Én erről a kutatásról és a körülményekről nem sokat tudok mondani, mert én még mindig titkosítva vagyok. Éppen nem azért, mert nem akar, hanem mert gondolom, mert szerződések tiltják. Igen, meg jogszabályok tiltják, és ezt eléggé oda is figyelnek rá, hogy az ember ne szegje meg. Tehát ami történt az intézetben, hogy a kutatócsoportunk az GM burgonya fajtákkal kétfélével etetett patkányokat, de a kétféle burgonyán belül is volt olyan, ami ugyanavval a génnel volt módosítva, és ezt majd mindjárt elmagyarázom, hogy hogy történik a génmódosítás, ezt a hallgatók meg fogják érteni, és azt találtuk, hogy amikor a patkányok ezeket a GM burgonyaféléket megeszik, akkor a szervezetükben különféle változások következnek be, voltak rövidtávúak, és voltak hosszabb idő után észlelhető változások. Miért van patkányok? A patkányokat azért választottuk, mert a táplálkozás tudományban az emberi táplálékból a fontos alkotók, azok ugyanúgy szükségesek egy patkányfajta számára. Tehát ez a zsír, fehérje, szénhidrát. Tehát a zsír, a fehérje, a szénhidrát, a veszélyes anyagok, a vitaminok, ásványi anyagok mennyiségét általában első menetben a patkányokon mérik ki, és utána ebből próbálnak az embere szükségletére következtetni. Ez természetesen nem tökéletes, sőt, egyáltalán nem tökéletes, hát emberekkel nem illik kísérletezni. És ez egy nagyon sikamlós téma a mai világban. Miközben meg sok esetben sajnos ez is megtörténik, de ez egy másik nagy téma lenne. Mi történt a patkányokkal? A patkányokkal elmondom mindjárt, hogy mi történt, de először szeretném elmondani, hogy hogyan készül egy GMO. Tehát normálisan, hogy az embernek van egy családja, egy férfinek és egy nőnek, két vagy három vagy több gyerekük, a gyerekek általában nem agyformák. Annak ellenére, hogy a géneket csak az édesapjuktól és az édesanyjuktól öröklik. Na most van olyan eset, hogy nem lehet eldönteni, hogy
mondjuk ki az édesapa. Mert van, aki azt mondja, hogy a teljes ember, van, aki azt mondja, hogy a postás, mert arra jobban hasonlít, és ezt genetikai vizsgálatokkal meg lehet állapítani. De most a tudomány elérte azt a szintet, hogy a genetikai anyagot azt pontosan be lehet azonosítani, tudják, hogy minden fajban ugye az a genetikai anyag van, ugyanabból a bázisokból és nukleozidokból épül fel a DNS és RNS lánc az örökítő anyag, és megtalálták azokat az enzimeket, amiket ollóként lehet ezt a genetikai anyagot szabni és varni. És ez lehetővé teszi, hogy bizonyos fajból kivágjunk valamilyen genetikai anyagot, és azt mesterségesen bejutassuk egy másik fajba, vagy esetleg ugyanabba a fajba. Tehát amikor egy másik fajból, vagy ugyanabból a fajból egy olyan genetikai anyag jut be az egyednek a genomjába, ami természetes úton, hát az emberek esetében ez a szex nem vihető át, hanem ez laboratórium módszereket kell használni, akkor általában azt mondjuk, hogy GMO-kat állítottunk elő. Például a GMO-val kezelt burgonyába mi jut be? A GMO-ba ebbe az esetben a hóvirágnak a hagymájában van egy olyan lektin, egy olyan fehérje, ami meggátolja azt, hogy a fonalférgek meg a földben levő különböző mikrobák a hóvirágnak a hagymáját megtámadják, és az egész télen annak ellenére ott a rengeteg mikróba és rovar a talajba és a talaj környékén, ezek túl tudják élni a telet, és ők az elsők, akik hozzák a hó elmúltával, vagy még a hóba a friss tavaszi élet jelét, a hóvirág, hogy kivirágzik, ezt a védelmet a hagyma számára ez a bizonyos lektin biztosítja. Ez elsőre még jónak is tűnhet. Igen, ez az elmélettel nincs is semmi baj. Ennek a hóvirágnak, hogyha a lektinjét kivesszük, és berakjuk a burgonyába, erről szólt a kísérlet, akkor a burgonyát is meg lehetne védeni, mert ugye a burgonya is benn van a földben, ott is ott vannak ugye ezek a fonalférgek, mikróbák. Ha ettől meg tudjuk védeni a gubot, akkor sokkal egészségesebb és sokkal jobb burgonyatermést tudnánk betakarítani. Tehát egy olyan GMO burgonya, aminek a biztonsága ugyanolyan biztonságos volna, mint a normális burgonyáé, az egy tökéletesen jó dolog lenne. És akkor egyébként a burgonyában, ha jól értem, nem is volt változás, vagy maximum nagyobb védelemben termett a burgonya, hanem a következő hatásnál volt a probléma. Hát, nem, sajnos nagyon sokféle probléma volt, de ebbe most tudományosan nehéz belemenni. Ha elmondom, hogy hogyan készítik a génmódosítást, akkor, vagy a génmódosított szerveteket, talán ez érthető. A növényeknél alapjában ugye két módszert használnak, az egyik vesznek egy olyan növényi rákot okozó baktériumot, amiből a rákot okozó gént kiszedik, beleteszik helyette azt a gént, amit be akarnak juttatni a szervezetbe, és ebben egy sejtkultúrába megtámadják azokat a sejteket, amiket át akarnak alakítani. Ezek beviszik a kívánt gént a sejtekbe, és megkaptuk a GMO-t. Ez majdnem olyan, mint az mRNS, nem? Kicsit hasonlít hozzá, de itt általában DNS-ekről beszélünk. Tehát közvetlenül a sejtmagban levő genetikai anyagba kell az információt bevinni. A másik módszer az, hogy szó szerint génpuskával kiteszik a sejteket, mint egy széltáblát, és akkor arra lőnek, hogyha sikerül eltalálni a olyan kicsi, apró wolfram vagy aranygolyókkal, aminek a felületét bevonják a kívánatos DNS-sel, sikerül eltalálni a sejtet, akkor vagy átalakul, vagy nem. Attól függ, hogy hol találja el a sejtmagot, melyik kromoszómát, melyik részébe épül be, mindig másfajta termék keletkezik. Tehát egyszer átalakítunk mondjuk 100 sejtet ugyanabban az időben, ugyanabban a génszerkezettel, akkor a végeredmény lehet 100 vagy 99 vagy 98 különböző termék. És akkor ezeket mindegyiket egyenként meg kell nézni, egyenként tesztelni kell, és amelyik a legjobban megfelel az emberi kívánságnak, amit el akart élni, azokat fölnöveszik és azokat felszaporítják. Ezért hívják ezeket egyedi eseménynek, mert szinte megismételhetetlen. És ez megmutatja rögtön az első kockázatát a génmódosításnak, mert nem tudom előre megmondani, hogy milyen változásokat okozok a génomba avval, hogy vagy a baktérium beviszi a kívánt génterméket, nem tudom, hogy az hova fog beépülni, melyik kromoszómában, melyik szakaszban
megszakít egy gént, megváltozik az egész rendszer körülötte. Tehát ez egy kiszámíthatatlan folyamat. Én előre is elnézést kérek, hogy ilyen nagyon-nagyon amatőr és ilyen amatőr nyelven feltett kérdéseket fogok feltenni, de fullon nem értek hozzá, viszont azt szeretném, hogy azok, akik hasonlóan nem értenek hozzám, talán ők is egy kicsit megértsék, és nagyon örülök, hogy ön pedig ezt úgy tudja elmagyarázni, hogy ez tényleg megtörténjen, tehát hogy eddig is már most úgy érzem, hogy nagyon sok mindent megértettem. De például, hogyha van egy génmódosított burgonya, akkor utána, amit a következő burgonyát csinálnak abból, tehát hogy nyilván azt is tovább szaporítják, az már szintén egy génmódosított burgonya lesz? Igen, ezért fontos, hogy ezekbe az első generációs GM növényekbe mindig DNS-t vittek be, és ez mindig örökölhető. Tehát abból az egy sejtből egy szervezetet lehet földövelni, és a szervezetnek az utódai ugyanúgy hordozzák a GMO tulajdonságokat. De akkor tulajdonképpen ezek, ha génmódosított dolgok, akkor hibrid dolgok jönnek létre, hogy honnan tudjuk, hogy mi az, ami most nagyon ilyen nem piszít, hogy ami a faj tiszta, vagy nem tudom ebből, hogy lehet ezt szépen mondani. Hát a hibridnek más a definíciója. A génmódosításnak van többféle formája. Van, amikor egy idegen gént viszünk be egy szervezetbe. Például erre azt a példát szokták felsorolni, hogy az epret úgy lehet fagyállóvá tenni, hogy a sarkvidéki hal, ami nem fagy meg a tengervízbe, annak a fagyálló génjét kiszedik, és beleteszik az eperébe, az epernek a génomjába, és akkor az eper fagyállóvá válik. Tehát itt egy fajból egy másik fajba vittünk át anyagot. Hibridizáció, ez egy teljesen más dolog, az egy természetes folyamat, amikor két kukorica például összekeresztezi egymást, akkor abból egy hibrid lesz. Itt mindig egy egyedi génomba, tehát a apaiba vagy anyaiba, hogy szemléletesebb legyen, viszünk bele egy teljesen kívülálló mesterséges anyagot. Ez lehet ugyanabból a fajból, tehát lehet az, hogy például kukoricából viszek be géneket, azt, ami ebből a kukoricafajtából hiányzik, vagy valamilyen tulajdonságát meg akarom változtatni. Ez génmódosítás technikailag, mert ugye azt mondtam, hogy amit laboratóriumban állítunk elő genetikai anyagot, és nem természetes úton kerül be a sejtbe, az lesz egy GMO. Ezek hasonlítanak azokhoz a hibridekhez, de általában, amikor például az ember utódokba a gének nem egyenként, hanem csoportosan kerülnek át, vannak összekapcsolt gének, bizonyos tulajdonságok. Ugye az ember a gyerekén látja, hogy olyan a füle, mint az édesanyjának, de a keze, kéztartása, mozdulatai olyan, mint az apjának, vagy éppen fordítva. Tehát vannak olyan tulajdonságok, aminek a megjelenése az együtt megy, úgymond génblokkokba a természetes. Ezek ilyen csomagok során. Gyakorlatilag. Igen, csomagok. És a hibridizációnál ugyanilyen csomagok vannak. Ezért más a génmódosítás, mert itt egyetlen egy gén van. És ezt nem lehet tudni, hogy ez melyik csomagba fog bekerülni, és hogy ott mit fog megváltoztatni. És egyébként miket változtat meg, azt tudjuk? Hát az első generációs GMO-ba kétfajta tulajdonságot akartak bevinni. Az egyik az a növényvédőszer ellenállóság, mert azt mondták, hogy ha növényvédőszer ellenállóvá teszünk egy növényt, akkor az el tudja bontani a rápermetezett növényvédőszer, de a környezetében az összes gaz az eltűnik, ezért nem kell annyit dolgozni, nem kell kapálni, nem kell annyit szántani, nem kell annyit ezt-azt csinálni, hanem tehát felszántják a földet, vagy nem szántják föl, elültetik a magukat, lepermetezik az egész talajt, minden, ami gaz, ami nem az a növény, ami ellenáll ennek a vegyszernek, az elpusztul, ez a kis növény, ennek van egy kis esernyője, amivel megvédi magát a permetezőszertől, és ő túléli. Na most ennek az lett a következménye, hogy sokkal több vegyszert használunk, mint annak előtte, mert a növények azok szépen a környezetben elkezdték kifejleszteni a növényvédőszer rezisztenciát hasonlóan a GM növényhez, és mindig emelni kellett a koncentrációt, amit kipermetezünk, be kombinációkat kellett létrehozni. Tehát a gazdasági előny az rövid ideig tartott, és gyakorlatilag már alig-alig létezik. A másik fajta növény, amit először csináltak, az pedig egy baktériumnak, a Bacillus thuringiensis baktériumnak a toxinját rakták be a növénybe,
mert ez megvédte a növényt a kártevőktől. Amikor a kártevők elkezdték enni a növényt, akkor a Bacillus thuringiensis toxin, ez kilukasztotta a bélrendszerüket, nem tudtak táplálkozni, elpusztultak. Na most ez sem nagyon jó megoldás szerintem, mert nagyon jó, hogy megvédjük a növényeket egy bizonyos kártevőtől, vagy egy bizonyos kártevőcsoporttól, de hát a környezetünkben sokféle kártevő van. Ha egy nem is tudja a növényt elpusztítani, van egy másik. Most már vannak olyan GMO növényekben, amely 15-16 transzgént tesznek be, hogy többféle dolognak álljon ellen, de ez átalakította a növényt egy vegyszergyárra, ahol ez a bizonyos vegyszer napi 24 órában, heti 7 napon keresztül, amíg a növény nő, ez folyamatosan termelődik. És sokkal több termelődik, mintha csak lepermeteznénk magát a növényt, amikor van kártevő. Na most erre is van sok tudományos bizonyíték, hogy ezek a rovar mérgek, ezek nem csak a rovarokat mérgezik, hanem sajnos minket, embereket, meg a fogyasztó állatokat, madarakat, mindenféle. És ezt nem lehet kiszűrni, hogy direkt úgy legyen specializálva, hogy csak a rovart mérgezze, egyébként meg, ha megeszi az állat, amit aztán megeszik az ember, vagy ha az ember eszi meg közvetlenül a, nem tudom, kukoricát, akkor az valahogy megúszza. Mindig vannak egyéni érzékenységek, de az egész fejlődéstan tulajdonképpen az úgy alakult ki, hogy bizonyos tulajdonságok mindig tovább kerültek. Tehát, hogyha valami alapvető életfunkciót célzunk meg, akkor az nem csak abban az egyfajta rovarban, hanem másfajta rovarokban is megvan, sőt, meg van a madárban, meg van esetleg a hüllőkben, meg lehet a kérőcökben. Tehát nagyon sok mindent meg tudunk változtatni. Ennek a kutatására viszont se idő, se pénz nincsen. Lényeg az, hogy azt mondják, hogy az első generációs GMO növényektől soha senkinek semmi baja nem lett, mindenki még csak nem is tüsszögött tőle senki, mindenki teljesen egészséges. Ez tényleg így volt? Ez sajnos nem így van, ez ugyanolyan, mint a dohányzás. Ha az ember elszív egy szál cigarettát, semmi baja nem lesz. Lehet, hogyha megeszik egy szebb GM valamit, kukoricát, semmi baja nem lesz. De hogyha éveken keresztül naponta rendszeresen szívja a cigarettát, akkor valami baja lesz. Ugye erről most már vannak adatok. Hasonlóképpen, hogyha az ember rendszeresen fogyasztja a GM növényeket, akkor ezek is különféle egészségügyi problémákat okoznak. És erre nincs közvetett, de van közvetlen bizonyíték. Például Amerikában több olyan gyerekorvos van, aki a gyerekeknek, mikor bélproblémáik vagy fejlődési problémáik lesznek, azt tanácsolják a szülőknek, hogy válogassák meg azokat az ételeket, amikben GMO-k vannak, és azt ne adják a gyereknek. És ilyen esetekben nagyon sokszor a gyereknek megjavult az emésztés, az egészsége, a fejlődése visszatért normálisba. Az állatkísérletekből vannak bizonyítékok, hogy a GMO-k nem tökéletesek, ezt van a GMO-t fogyasztó sertéseken adat, a szárnyasokon adat, van a kérőcökön adat, de hát ezt miután olyan környezetben vagyunk, ahol egyszerre sokféle méreg vagy mérgező hatás éri az embert vagy az állatot, nagyon nehéz összekötni avval a bizonyos anyaggal, hogyha nem csinálnak célzott kísérleteket, már pedig nem csinálnak célzott kísérleteket. Na akkor talán most nézzük meg, hogy a patkányokkal kapcsolatban mi az, amit el lehet mondani. Ott most a patkányokkal kapcsolatban azt találtuk, ami azért lepett meg minket, mert ezt a transzgént, a hóvirágnak a lektinét mi előtte, mint vegyszert kiteszteltük. És azt találtuk, hogy ennek semmiféle hatása nincs az állatoknak a bélrendszerére, és nincs semmiféle hatása a növekedésükre. Amikor a transzgén, a hóvirágnak a lektinét burgonyába tettük bele, és ezt a burgonyát etettük az állatokkal, és megvoltak a kontrolljaink, tehát volt olyan kontroll, ahol csak burgonyát etettünk, ami nem volt átalakítva, és volt olyan burgonyánk, ami ezt a transzgén termelte anyagot, mint vegyszert hozzáadtuk. Bocsánat, egy pillanatra megállnom. Jó, itt megállunk akkor. Tehát tulajdonképpen három csoportot hasonlítottunk össze, a természetes át nem alakított burgonyát, a természetes át nem alakított burgonyát avval a vegyszerrel, amit a transzgén termelne, és magát a transzgénes burgonyát. És azt találtuk, hogy amikor az patkányok megeszik a transzgénes burgonyát, volt olyan kísérlet, ahol már 10 napon belül nyilvánvaló volt az eredmény, volt olyan, ahol ez a kísérlet majdnem 3 hónapig ment,
hogy megváltozott a bérrendszerük, a bérrendszernek a szerkezete, elkezdett egy bélnövekedés beindulni, és az immunrendszernek a sejtjei, a fehérvérsejtek teljesen átszőtték azt a belet, ami olyan állatokból származott, amik a GM burgonyát kapták, ez egyetlen egy kontrollcsoportban nem volt található. Tehát ebből nyilvánvalóvá volt, hogy hat a GM burgonya, és nem tudom megmondani, hogy melyik része. Valószínűleg nem a transzgén, mint olyan, hanem vagy hogy a transzgén beilleszkedett, vagy a hozzákapcsolt promóter, minden génnek van egy kapcsolója, úgy, mint hogy a villanylámpának is van egy kapcsolója, be akarjuk a lámpát kapcsolni, kell hozzá, hogy meggyújtsuk a villanyt, ez a kapcsoló, ez minden gén előtt ott van. Tehát, hogy pontosan mi okozta a változást, azt nem tudjuk megmondani, mert ezt már nem engedték, hogy kikísérletezzük, a kísérleteket leállították, de az biztos, hogy a bérrendszer szerkezet... Hát ezek nagyon drága kísérletek. Ez egy olyan kísérletsor, amit az adófizető pénzéből finanszíroztak, tehát nem egy vállalat indította be, és úgy látszott, hogy a skót mezőgazdasági minisztérium úgy döntött, hogy ezekre a kísérletekre ő nem hajlandó több adófizető pénzt rákölteni, és a vállalatoknak nyilvánvalóan nem volt érdekük, hogy ilyen jellegű kísérleteket csináljanak, se a saját termékei, se valamilyen más termékkel. Ugye az ön férje azt nyilatkozta, hogy ha választhatnék, akkor biztosan nem enném meg, és nagyon tisztességtelennek tartom, hogy polgártársainkat tengeri malacként használjuk, és ebből óriási média visszhang lett olyannyira, hogy egyébként elbocsájtották önöket, és önnek is megtiltották, hogy nyilvánosan megszólaljon. Ha jól tudom, akkor ön ebben... Ez így igaz, de emögött a kijelentés mögött csak az van, hogy problémákat találtunk a GMO-kkal, ő nem mondta meg, hogy milyen fajta és milyen jellegű problémákat, és ezt én sem mondom, mert egy része le van közölve a Lancet című tudományos folyóiratba, a többi része pedig, hogy úgy mondjam, jelenleg nincs 100%-ig bizonyítva, de a probléma az, hogy ez egy politikai elhatározás volt. Tehát ez nem egy tudományos elhatározás volt. De ez az élelmiszerlobbinak lehetett egy küzdelme? Törhetem a fejem, és spekulálhatok, de van egy könyv, ami megjelent egy újságírótól, aki Nagy-Britániában ezt a témát kutatta, és írt egy könyvet, a Don't Worry, It is Safe to Eat, hogy ne aggódj, ez biztonságosan megehető. Ez volt a jelszó, amit a GMO-kkal kapcsolatban Nagy-Britániában hirdettek. Most valahogy ugye ezt halljuk, hogy ne aggódj, ez biztonságos, csak ez most az oltásokra vonatkozik. Minden esetre ebből a könyvből az derült ki, hogy komoly politikai nyomás volt az USA-ból az angol kormányra, a kormány nyomás gyakorolt az intézet igazgatójára, és ő pedig megtette, amit kértek tőle, hogy megtegye. Hát vagy így volt, vagy nem. Én ezt ellenőrizni nem tudom. Viszont ön például nem enne GMO-s terméket. Hát én, ha tehetem, én nem eszem GMO-s terméket. Nagyon gondosan próbálok arra vigyázni, hogy nem. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy nem szeretem a természetellenes dolgokat. A másik a GMO-k, annak ellenére, hogy mit mondanak róluk, sokkal több vegyszert tartalmaznak, különösen gyomírtószereket, mint a nem GMO termékek. És én nekem zsigerből már az, hogy valamit mesterségesen átalakítunk, az rosszul esik, és nem hiszem, hogy létezik olyan módja a génmódosításnak, ami biztonságos, és ami ugyanolyan genomot reprodukál, mint az eredeti volt, és ez talán nem a legjobb hasonlat, de avval tudom elmagyarázni, hogy veszünk egy gyapjú gombolyagot, aztán egy csöpögős tollat, és akkor átcsöpögtetjük a tintát a gombolyagon. Na most minden egyes szálnál, ahol összeér, a tinta megjelöli a gombolyagot, na most ezt le kell tekerni, kivenni belőle egy darabot, vagy hozzáadni egy darabot, ez a kétfajta módszer, ami a génmódosításnál létezik, és akkor tekerje úgy az ember össze,
hogy minden egyes pont ugyanúgy érintkezzen, és kiadja az érintkezési pont azt az egyes vonalat, ahol a tinta leszivárgott. Tehát először, hogy mennyi munka, ha az ember próbálkozik vele, az egy dolog, de hogyha kiveszünk, vagy hozzáadunk belőle valamit, akkor képtelenség úgy ezt megcsinálni, tehát elméletileg lehetetlen. Én nem azt mondom, hogy egy jó GMO-t elméletileg lehetséges csinálni, de egyébként még nincs olyan módszer, amivel ezt meg lehetne csinálni. Ugye visszatérve patkányokra, hogy ami viszont nyilvános ebből a kutatásból, hogy mind az immunrendszerük, mind a beleik károsodtak, arra van, tehát hogy ez párhuzamba állítható az emberrel is? Hogyha az ember GMO-s termékeket fogyaszt, akkor nagy a veszélye annak, hogy az immunrendszere és a beleik és a bélrendszere károsodik? Nem tudom megmondani, mert ilyen kísérleteket nem végeztek. De úgy gondolom, hogy igen, legalábbis egy ideig. Mert amikor az ember valami új táplálékhoz jut hozzá, akkor ugye ezt az utazási betegségnek is hívják, hogy olyan új dolgot teszik az ember, amit még eddig nem evett, akkor az immunrendszer aktiválódik, és megpróbálja megnézni, hogy ez jó, nem mérgező, nem mérgező, engedhetem, nem engedhetem, viszont hogy ezt ember rendszeresen elkezd ilyenni, akkor az immunrendszer az eltompul, és azt mondja, hogy ez mindig jön, ezt most hagyom, nem pocsékolom rá az energiát. Tehát ha valaki állandóan GMO-t teszik, és ezt megint az állattartók mondják, akik GMO tápon tartott állatokat, disznókat, szárnyasokat tartanak, nagyon sokszor találnak olyan problémát, hogy megváltozik az állatoknak a viselkedése, agresszívebbek lesznek, megtámadják egymást, könnyebben lesznek betegek, mindenféle torzulások jelennek meg náluk, amik a normális állatnak a viselkedésébe nincsenek benne. Viszont azt fontos hangsúlyozni, hogy itt az ember nem lesz ettől génmódosított, ha jól értem. Nem lesz az ember génmódosított, mert ezek a transzgének, amikor megesszük őket, bekerülnek a bélrendszerbe, és ott a géneknek egy részét, vagy genetikai anyagnak egy részét a szervezet lebontja. Egy része az felszívódik, és az ember vagy az állat szervezete felhasználja a saját DNS-ének, vagy az RNS-ének az alkotójaként, de vannak olyan eredmények is, amik azt mondják, hogy ha az ember megeszik bizonyos olyan anyagokat, amik a növényekben vannak, és szabályozó funkciót látnak el, ezek a esi vagy mRNS-ek, ezek kicsi, apró, rövid genetikai RNS szakaszok, ezek az emberben is bizonyos géneknek a működését megváltoztatják, bizonyíték erre, hogy ha bizonyos fajta rist adnak az embereknek, vagy ezt megint állatkísérlet az állatoknak enni, akkor lehet látni, hogy annak a vérzsír szintje megváltozik, változik a koleszterin szint. Tehát amit megeszünk, abból eszünk, és amit eszünk, az határozza meg, hogy kik vagyunk. És ez igaz. Tehát amit eszünk, az hatással van ránk, hogy most a GMO azt mondják, hogy az ugyanúgy lebomlik, mint bármilyen más táplálék genetikai anyag. De a táplálékból, normális növényi táplálékból a szabályozó molekulák nem bomlanak le, akkor a GMO-ból a szabályozó molekulák valószínű, hogy azok sem bomlanak le, és éppen a szabályozó molekulákba rakják bele a különbséget. Vagy nem éppen, de nagyon gyakran. Vagy éppen a szabályozó molekulákat használják arra, hogy átalakítsák a szervezetet. Ugye többször is hangsúlyoztuk, hogy mivel emberen nem kísérleteztek, nyilván ez érthető is, ezért nem tudjuk, de azt viszont akár, hogyha belgyógyászokkal beszélget az ember, én magam is beszélgettem, akkor arról rendszeresen beszámolnak, hogy egyre többen érkeznek vastag és vékony bél megbetegedésekkel, és azt mondják, hogy ez a korábbi, akár a korábbi évszázadhoz képest jelentősen megnőtt. Még abban is van különbség, hogy a vastag bél vagy a vékony bél károsodik, illetve hogy hol van a mennyiség, és ezt is nagyon sok esetben összefüggésbe hozzák a szennyezett élelmiszerek kérdésével. Igen, sajnos az élelmiszerekben rengeteg a vegyszer, amit megetetnek velünk, és hát különféle anyagok kerülnek be a
a táplálékunkba, amik számunkra mérgezőek. Ez az ember szervezete olyan, mint ez a pohár, elkezdem belerakni a mérgeket, rakódik, egyszer csak megtelik, és akkor túlfolyik. Amikor túlfolyik, akkor probléma van, akkor ez valamilyen betegség formában jelentkezni fog. Tehát az embernek arra kell igyekezni, hogy a szervezetébe vigye be a mérgeket, de lehetőleg olyan arányba, amilyen arányba beviszi, próbálja kiüríteni. Azért vigye be, mert nem tudja megtenni, hogy nem viszi be, vagy jó azért az, ha vigye beviszi? Mert nem jó semmiféleképp. Hát egy minimális mennyiség esetleg azért jó, hogy az immunrendszert ébren tartja, de nem, inkább azt mondanám, hogy nem jó. De egyszerűen nem tudjuk a bizonyos mérgeket elkerülni. Például itt van a pohár víz, ha ez csapvíz, akkor ez valószínűleg tartalmaz valamennyi glifozátot. Ez egy éppen olyan gyomírtószer, ami a GMO növényekkel terjedt el a természetben, és annyira elterjedt most már, hogy benne van a csapvízben, benne van az esővízben, tavaknak, folyóknak a vízébe, tehát ezt isszuk, és ezt a normális módszerekkel, amivel a csapvizet tisztítják, nem lehet kiszedni. Ez szerencsére gleccservíz, elvileg ilyen nagy balonos automat, ebben a kérdés, hogy abban mi van. Igen. Tehát ez egy bizonyos méregszintet, ha tetszik, ha nem, be kell vinnünk a folyadékkal, a levegővel, amit beszívunk, azokkal a kozmetikumokkal, amiket magukra kedünk, azokkal a gyógyszerekkel, vagy táplálék kiegészítőkkel, amiket megeszünk. Vagy ha kimegyünk az utcára, akkor már ott is hát a szmog és a minden. Az... Igen, a levegővel, amit belélegzünk, abban mindenféle lehet, és még ha tiszta a levegő, akkor is lehetnek benne káros anyagok. Nem akarok most ilyen kísérletekre hivatkozni, hogy például az egyik kínai egyetem antibiotikum rezisztencia géneket mért a világ több nagyvárosának a levegőjébe, és hát Párizs vezetett, ott volt a legtöbbféle antibiotikum gén a levegőbe. San Franciscóban volt a legnagyobb mennyiségbe. De mindenütt, tehát még ilyen dolgok, mint az antibiotikum rezisztencia gén, amit valami szervezet nyilván hordoz, ezt is be tudjuk magunkba szívni a levegővel, úgyhogy nagyon nehéz méregtelenül élni. És hogyan lehet méregteleníteni? A méregtelenítésnek a legegyszerűbb módja az, hogyha az ember amennyire tud tiszta ételt, tehát lehet biót vagy ökotermesztésből származó ételt fogyaszt, de a másik módszer a rendszeres éhezés. Mert amikor az ember éhezik, akkor a szervezetében a meghibásodott sejtanyagokat felhasználja, és azoknak a mérgező tartalma, vagy a szervezetben lévő mérgező tartalma az, hogyha nem teszük be állandóan új mérgeket, a szervezetnek van egy méregtelen funkciója. Éhezés alatt a bőjtöt érti egyébként? Éhezés alatt a bőjtöt érti? Éhezés alatt a bőjtöt, igen. És hogyan kell bőjtölni? Hát a bőjtölésnek nagyon sokféle módja van, amit a legkönnyebb csinálni az, hogy az ember, hogyha 16 óra hosszat nem eszik, akkor egy kicsit megváltozik a szervezetének a működése, és hogy 16 óra hosszat pihentetjük a bélrendszerünket, annyi időn keresztül semmiféle táplálék nem megy be, ez elég idő ahhoz, hogy egy csomó mérget a béla, a vese, a máj ki tudjon a szervezetből nyomni. És ezt milyen időközönként érdemes csinálni? Hát ez egyéni dolog. Én minden nap próbálom ezt a 16 órás éhezési intervallumot megtartani, hogy reggel 9 és délután 5 vagy 6 között eszem. Ha később fogok vacsorázni, tudom előre, akkor megpróbálok délig nem enni, vagy kihagyom a déli étkezést, és akkor ettem reggel, eszem este, akkor jön egy hosszabb időszak. És éhes tetszik lenni ilyenkor? Nem. Én minden héten, hosszú éveken keresztül csináltam, hogy vasárnap estétől kedreggelig nem ettem. Tehát ez egy olyan 40 órás étkezés, és a szervezet az embernek ezt hozzászokik, az első 2-3 alkalommal nehéz. De én most már bármikor meg tudom állni, hogy 1-1,5-2 napig gyakorlatilag ne egyek, hogyha nem úgy van, vagy nincs olyan táplálék, amit szívesen megenni. Egyébként nagyon érdekes, én inkább hitéleti okok miatt szoktam bőjtölni, bár tudom, hogy ez nem látszik rajtam, de már nem a hitéleti része, hanem alkatilag, de azt például észreveszem, hogyha ilyen 3 napot, nálam ez szokott ilyen 72 óra lenni, hogy például az érzékszerveim sokkal kifinomultabbak, tehát ezt úgy szoktam mondani, mintha meg tudnám fogni a hangot, meg sokkal érzékenyebb vagyok az ingerekre, sokkal
könnyebben tudok olvasni, sokkal jobban fogom fel a dolgokat, és azt is érzem természetesen, ahogy a szervezetem tisztul. Azon még nem gondolkodtam, hogy ezt akár ilyen életvitelszerűen is lehet egyébként csinálni. A 2-3 napos éhezés, legalábbis a 3 nap vagy azon túlmenő, az rendkívül előnyös a szervezet számára, mert teljesen kiüríti a mérgeket szinte a szervezetből, és hogyha nincsen méreganyag bennünk, akkor minden sejtünk sokkal jobban működik, és sokkal jobban érzékelünk. Tehát visszajutunk az eredeti természetes állapothoz, amit a különböző vegyszerek, mint a vízbe lévő klór, flór, letompítanak el, érzéketlenítenek. Ilyenkor inni és sem szokott? Én szoktam inni, de csak szűrcsap vizet, amit megforralok, hagyok állni, beleteszek ilyen kerámia dolgokat, amik kiszedik belőle még a kálciumot, tehát klór biztos nem lesz benne, átmegy egy ioncserélő fázison is, tehát egészségesnek mondható víz, de én ezt használom főzéshez állandóan, kávéhoz, teához, levesekhez. Tisztított vizet mi is iszunk, egyébként igen. Vannak nagyon jó szűrők, meg igen, ennyibe. A reverse osmózisos szűrőktől kezdve a különféle dolgokig az ember próbálhatja, de hát van, aki csak imával vagy ráhangolódással próbálja a víznek a szerkezetét megváltoztatni, és hát ez ugye már tudjuk, hogy a víz az az embernek az érzéseit és a gondolatait is továbbítja, mert hogyha szép és jó dolgokat mondunk a víznek, és szép dolgokra gondolunk, akkor a víznek a kristály szerkezete is megváltozik. Tehát akkor lehet szavakkal is tisztítani a vizet. Imával is, és szavakkal is, vagy képekkel is lehet úgymond a víz szerkezetére hatni. Micsoda érdekes tehát dolgokat tudunk ma itt meg. Ez a... volt egy japán professzor, aki ebben foglalkozott a víz szerkezetével, és a hang, a kép, a színek, a zene hatásával, és azt állapította meg, hogy a magyar nyelvnek van a legnagyobb ereje, és a magyar népdaloknak a legnagyobb hatása a víz kristály szerkezetére, úgyhogy valamit tudunk. A tavaszi szél vizet áraszt akkor az. Na, nagyon érdekes. Olyan kísérletet én is láttam, hogy egy rózsánhoz oda mentek, és akkor mérték az érzelmi amplitudóit különböző gépekkel, és akkor, hogyha ijesztegették a rózsát, meg ha kiabáltak vele, meg akkor más, hogy volt a kilengés, mint akkor, hogyha az énekeltek neki. Ezek szerint de ez viszont pont összefügg a témet, hogy ez is a növényeknek a génjeikben van, nem? Én nem hinném, hanem hát minden élőlény jó rész, szervezetiek jó része vízből áll, a rózsának is, az embernek is, hát a szervezetünknek ideálisan a 70%-a víz kell. Tehát ez egy ilyen metafizikai része a víznek? Vagy van ennek... Tehát ha bennünk 10 tiszta kristályos víz van, akkor a szervezetünk nyilván jobban működik, mint hogyha szennyezett vegyszerekkel telített oldatba folynának azok a reakciók, amiknek folyni kell. De hát ez egy anyagi jellegű szemlélet, itt inkább már a metafizika és a kvantumfizika irányába megyünk el, amikor a víz szerkezetét és ennek az élőre és a génekre való hatását kutatjuk. Van a környezetnek a génekre hatása, a környezeti tényezők hatására, táplálkozás, víz, napfény, génjeink kibe kapcsolnak, ezt epigenetikának hívják, és sokáig nem ismerte el a tudomány, de most már elismeri a létezését, és nagyon komolyan veszik, hogy a környezeti hatások igen, a génjeinkre is hatnak. Ezek közül van, ami örökletes hatás, van, ami nem. Akkor innen, bár ez nagyon-nagyon izgalmas, de akkor visszatérnék egy kicsit a GMO kérdéshez, hogy ahhoz képest, hogy ez aztán tényleg nem árt, ha megeszi, ugye volt ilyen kampány, ahhoz képest azért eljutottunk oda, hogy az Európai Unió szabályozza ezeket a termékeket, az minek köszönhető? Hát elsősorban az emberek tiltakozásának. Most az van, hogy az első generációs GMO-k, tehát amik ezzel a hagyományos módszerrel készülnek, vagy a baktérium fertőzéssel beviszik a transzgént, vagy pedig génpuskával belövik a transzgént, ezeknél a növényeknél ezeket meg kell vizsgálni, miatt az Európai Unióba a piacra engedik. A tagállamok elmondják a saját véleményüket, szavaznak, és el kellene érnie a kétharmados többséget ahhoz, hogy egy GMO-t engedélyezzenek. Ez még soha nem történt meg, úgy tudom, az Európa Unió történetében.
Amikor ez nem történik meg, akkor viszont a bizottság dönt. A bizottság majdnem minden egyes alkalommal, nagyon kevés kivétel, minden ilyen mód engedélyezett. Na most jelenleg éppen az elmúlt néhány évben komoly harc folyik az európai bizottságban és a parlamentben, hogy az új típusú GMO-kat, amik modern technikával készülnek, mint a CRISPR-Cas, bizonyos fajta transzgénes növények, amiknél nincs idegen génbevitel a növényben, hanem ugyanabból a fajból származó génekkel próbálják a növényt manipulálni, hogy ezeket ne tekintsék, vagy csak riha GMO-nak, és ezeket ne kelljen így vizsgálni. Na most ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de a probléma alapjában véve az, hogy ezekkel a módszerekkel egy meghatározott helyre tudják bevinni a genomba a transzgént. Tehát nincs meg ez a vakon lövök a céltáblára. Azt viszont nem tudják megmondani, hogy az a szekvencia, amit ők célba vesznek, hogy odaépüljön be a transzgén, az a genomba hányszor fordul elő, és a transzgén az hány helyre épül be, és annak mi a hatása. Ezen kívül ezt a transzgént is valahogy be kell juttatni a szervezetbe, és általában ugye ezzel a génpuskás belövéses módszerrel rakják be. Tehát az alapvető problémák azok maradnak. Csak annak van kevesebb esély, hogy egy idegen fajnak a hatása az immunrendszerére, a fogyasztónak valamilyen kellemetlen hatással jár, és hát természetesen a vállalatoknak, miután a tesztelés nagyon drága, tulajdonképpen az az érdekük, hogy ezeket ne kelljen tesztelni, és mindenféle élőlényt át tudnak most már alakítani, és át is alakítanak. Most, ennek kapcsán megjelentek a táplálékban az úgynevezett második generációs GMO-k, és ez elvisz minket a műhúsok, a vegahúsok világába, ahol általában valamilyen élesztő sejtbe vagy baktériumba bevisznek egy olyan gént, ami hússzerű, hús ízű élményt idéz elő, és ezeket a génmódosított baktériumban nagy mennyiségbe termelik, és utána ebből készítik el a vegahúst. Na most itt az a probléma, hogy a vegahús készítményeknél ez a, ami a transzgén megtermelődik az élesztőgomba vagy a baktériális sejt által, az olyan mennyiségben van jel, hogy ezt a, és nem, nincs szüksége se az élesztő sejtek, se a baktériumnak, ez kinyomja magából a tápközegbe, onnan a táplálékot felszedik. Most ebben a tápközegben van antibiotikum, különféle hormonok, egyéb anyagok, amik szükségesek ahhoz, hogy a fermentátorban ez a sejt szaporodjon és növekedjen, és ebből kiszűrik a műhúsnak nevezett terméket, de itt annak ellenére, hogy kiszűrik, ez a szűrés, ez néha 60%-os, néha 90%-os, a többi az a sejt és az élesztőből benne maradt GMO szervezetek alkotják, és ezeket nem kell jelölni, mint GMO-t. És ez most egy nagyon komoly probléma, és az ilyen termékek engedélyezése, ez most pillanatnyilag nagyon fontos, és hála Istennek azt kell mondanom, hogy ezt a Fidesz kormány a GMO-mentes mezőgazdaságot és táplálékot nagy mértékben támogatja, de ez mint az első generációs GMO-k esetében is pártok összefogásával egységes döntés volt. Most úgy néz ki, hogy a GMO 2, tehát ezek az új technikákkal is megint Magyarországnak, a parlamentnek, a képviselőknek, független attól, hogy melyik párthoz tartoznak, egységesen az a vélemény, hogy ezeket a GMO-kat a táplálékból ki kell hagyni, ha lehet. Érdekes, amit mond, mert ez nagyon jó hír, mert jó. Közben meg mintha ennek lenne egyfajta ilyen ideológiai része elsősorban ugye a globális világrend képviselői részéről, hogy mivel ugye a állattartás az már annyira környezetszennyező, a metán kibocsátás, meg a nem tudom én mi miatt, meg egyébként én azt gondoltam, hogy a műhús az azért van, mert hogy egészségesebb, mert akkor az pont nincsen vegyszerekkel, meg mindennel kezelve, és azért a kommunikációban ez rendszeresen megjelenik, hogy akkor csökkentsük az ökolábnyomunkat, meg a nem tudom én minket, én annyira nem tudom ezeket szépen használni, ezeket az ideológiai kifejezéseket, de hogy én mindig ezt gondoltam, hogy ezt azért csinálják, mert hogy egészségesebb, meg ezt is kommunikálják. Ehhez képest most az jön ki, hogy egyáltalán nem. A húskészítményeket, az állatok, állati húst és állati termékeket háromféle kategóriával
próbálják helyettesíteni. Az egyik az úgynevezett vegahús, amiről én, vagy vegahús termék, amiről én beszéltem, meg semmi köze nincs a húshoz, kivétel, hogy olyan transzgéneket, fehérjéket visznek be, meg olyan ízesítés használnak, amiből ez hússzerű. De igen, a textúrája is hússzerű. Alapjában véve vega. Tehát ez nem tartalmaz állati terméket. A műhús az egy más kategória, és ezzel indokolják a tulajdonképpen a klímaváltozással és a széndioxid és a karbonlábnyommal, hogy milyen borzasztó energiaigénye van az állati hús előállításának és a fogyasztása, mennyire káros a környezetre. Azt kell mondanom, hogy ez, hogy is mondjam, csak eléggé félremagyarázás és hiányzalok belőle a tudományos megfontolások. Ugyanis a nagyüzemi állattartás, ahol összezárva zárjuk az állatokat, teljesen mesterséges körülmények között tartjuk őket, mesterséges táplálékkal letetjük, és ezek a mesterséges táplálékok általában GMO, GMO kukorica, GMO szója, GMO repce, olaj, mindenféle más. És ezeknek az előállítási költségét, tehát a növények előállítási költségét beszámítják a hús előállítási költségébe, azt is, hogy ez milyen vegyszerekkel, mennyi energiával állítódik elő, hogy a nagyüzemi állattartásnak az állatok tisztán tartása, rendbetartása, gyógyszerezése, mindenféle mennyi dolgot igényel, ezt mind beleszámítják abban, hogy mennyibe kerül egyszerre nagyüzemben előállított marhahús. A soha nem mondják, és soha nem hasonlítják abban össze, hogy mennyibe kerül egyszerre olyan marhahús, amikor az állat kint legelészik, és gyakorlatilag természetes táplálékon él, alig kell vele foglalkozni, vizet ugye iszik, igen, hát pukkant, metánt is pukkant ki, de ez közel sem ugyanaz a karbonlábnyom egy legelésző állat húsa, mint ahogy egy nagyüzeminek tartott. Csak egy legelésző állatokkal el lehet tartani a világ húsigényét? Valószínűleg el lehetne tartani, de amire én most szeretnék rátérni, az a mesterséges hús, amikor az állatból egy biopsziát vesznek, és ezt egy óriási acélkonténerbe, egy fermentorba felszaporítják, és ehhez különféle anyagokra van szükség, hormonokra, amik állatokból jönnek általában, de vannak szintetikus hormonokra is, tápanyagokra, bele kell tenni antibiotikumot, bele kell tenni egy csomó vegyszert, és akkor egy idő után a hússejtekből húsrostok képződnek, és azok felszaporodnak, amit műhúsként el lehet adni. Na most ennek valaki kiszámolta az energiaigényét, és azt mondta, hogy ez 4-25-ször annyi, mint hogyha nagyüzemileg állították volna elő az állatot, és ezt a húst az állatból kapná meg az ember. Tehát ez egy nagyon félrement út a műhús kérdés, úgy gondolom, energetikai szempontból, és az embereknek erre sajnos rá kéne ébredni. És hogy látja, egészségügyileg, élettanilag van-e veszélye ennek? A műhúsokkal különféle probléma van. Az egyik az, hogy a bennük levő úgymond tápanyag nem teljes mértékben szívódik föl. Ez rengeteg hormont és antibiotikumot használnak az előállításon, ami benne van a húsban. Tehát semmivel nem tisztább vagy egészségesebb, mint az állati termék maga. És sokkal-sokkal egészségesebb a legelésző állatnak teje, húsa, mint a nagyüzemileg tartottnak. Tehát itt egy fokozat van, a legrosszabb a műhús, utána jön a nagyüzemi állattartás, és utána jön a szabadon legelésző. Hát, mint hívő ember nyilván a Bibliát olvassa, tudja jól, hogy rengeteg volt az állat, azokat szaporozták, az volt az áldozati étel, az volt az ünnepi étel, és ezeket az állatokat akkor még teljesen szabadon a természetben tartották. Legelő kellett hozzá és víz. Igen. Meg hát valaki a kigondjukat viseli. Gyakorlatilag az Ószövetségben ezt a vándorlást láttuk. Ez a történet során nem változott a szarvasmarha, még ha genetikailag próbáltuk is úgymond nemesíteni, de az alaptermészete és fiziológiája
a viselkedés az állatoknak az igénye, tápanyag igénye nem változott meg. Beszéljünk egy kicsit a tünetekről itt, akár a génmódosított, akár az ilyen laboratóriumban előállított különböző élelmiszerekkel kapcsolatban. Ugye azt említettük, hogy a kísérletnél, ugye például a patkányok esetében láttuk, hogy a belek és az immunrendszer, de milyen olyan konkrét fizikai tünetek vannak, amelyek akár jelzésértékűek lehetnek, érdemes odafigyelni, vagy amitől érdemes megóvnunk magunkat? Az a helyzet, hogy ezekkel a mesterséges mű- és fegőhúsokkal állatkísérleteket nem nagyon csinálnak, illetve amennyiben csinálnak, ezek még nem egyértelműen kerültek át a szabályozó szervezeteken. Mondhatnám úgy is, hogy bizonyos termékek valószínűleg illegálisan vannak a piacon. De a vegahúsnál nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az a vegatermék, amit genetikailag módosított szervezetekkel állítanak elő, vagy pedig a hagyományosat, babot, borsót, lencsét, szóját, mint fehérjeforrás összedarálnak, megízésítenek, és elkészítik úgy, mintha hús lenne, tehát így jöttek. Kérlek, hogy borsó fehérjéből készült műhúst egyszer megkóstoltam, én nagyon kíváncsi, és egyébként szörnyű íze is volt, de pont ezen gondolkodtam, hogy ez hogy lett úgy átalakítva, hogy olyan legyen a textúrája is, meg az íze is, mint a húsnak. Hát ezeket lehet úgynevezett szőni, és ezek mindig sejtek, amik, de minden élő tulajdonképpen a állatok esetében szinte ugyanazok a sejtek építenek, vagy nagyon hasonlók föl. A növényeknél egy kicsit más a sejtszerkezet, de a bab, borsó, lencse, meg nagy a fehérje tartalma, azokból mindig is készítettek olyan ételeket, amiket úgy ízesítettek, mintha hús lenne, és az emberek ezt húspótlóként elfogyasztották. Tehát ebben nincsen baj. A baj ott kezdődik, amikor olyan vegatermékeket állítanak elő, ahol génmódosított szervezeteket használnak már az előállításra, vagy pedig ez de a génmódosított... mi az alapanyaga? Az alapanyaga ez a génmódosított sejt által termelt valami. De az egy tehát lencse? Ez vagy egyfajta fehérje. De nem lehet azt mondani, hogy ez egy borsó vagy egy lencse, hanem egy valamilyen fehérjét laboratóriumban. Az biztosan tudom, hogy melyik abban a transzgén, és ezt egy élesztősejtbe viszik be, az a szója gyökeréből levő úgynevezett leghemoglobin, ami nagyon hasonlít az ember hemoglobinjához, csak vas helyett magnézium van benne, ennek a génjét viszik ki, ezt termeltetik, és ettől ilyen hússzerű íze van is, és állag, azok a fehérjék összeállnak, azokat kötőanyagokkal összekötik, ízesítőkkel ízesítik, megváltoztatják az ízét, befűszerezik, formálják. Tehát egy csomó olyan hozzáadott kémiai anyag fordul elő a vegahúsokba, meg a mesterséges húsokba is, amit az ember különben nem enne meg. Tehát ez a vegyszer... De ez veszélyesnek tartja? Igen. És főleg azért, mert ezeket az anyagokat, amikor esszük, és most már két cikk is megjelent erről, a svéd piacon nézték azokat a műhús termékeket, amiket ott kapni lehet, és azt állapították meg, ez megint állatkísérletben volt, nem emberben, hogy ebből a vas, a cink és az egyéb tápanyag felszívódása másként történik, mint normálisan történne az ember esetében. Most, hogyha ez vegahús, akkor ez még inkább korlátozott, mert a növényekben vannak olyan anyagok, amik megkötik például a fitátok, a fémionokat, és akkor ezek nem hozzáférhetőek az ember számára. Tehát hosszú távú kísérleteket még nem csináltak, ezek újak a piacon. Valószínűleg azt mondják, hogy ez vészegénységet fog okozni, különféle fémeknek a hiányát a szervezetben, és a fémeink azok vagy a fémek a szervezetben az enzimeiket támogatják azoknak a működéséhez szükségesek. Ezekkel lesz hiba, tehát úgy engednek valamit rá az emberiségre, hogy az nincs teljesen kipróbálva. Igen, miért nem kísérletezik ezt ki jobban? A kísérletezés nagyon sok pénzt vesz igénybe, hogy ezt mi a GMO-knál is megtapasztaltuk. Másodszorban valószínűleg nem az a cél. Az ember az mindenevő, sokféle táplálékot eszik. Ha eszik egy kicsi olyat, amiben valami nem stimmel, akkor hát ha a szervezet meg tud tőle szabadulni, és hát erről van szó. Ez nem egy túl biztató dolog, hogy hát ha nem, tehát hogy nem, azért hát itt, mintha nagyobb felelősség. Ő volt az első ilyen
szervezet, amit úgy engedtek be, hogy nem tesztelték rendesen, és nem voltak hosszú távú kísérletek. Hát most már a táplálkozásban rengeteg olyan dolog kerül be, mesterséges enzimek, mindenféle olyan anyag, amit nem tesztelnek rendesen, hanem egy bizottság elé oda kerül, azok megnézik az anyagokat, amit beadtak, és azok úgy döntenek, hogy vagy jó, vagy nem jó. A hosszú távú hatások, az most már ilyesmi, senki nem törődik. De ez olyan szempontból érthető és bizonyos szempontból ijesztő, hogy annyiféle környezeti hatás hat ránk. A levegőtől, a vízen keresztül, a különböző elektromágneses sugárzások, a táplálékban levő vegyszerek, a kozmetikumok. Hogyha valamit talál az ember, azt hozzá kötni valamihez. Csak úgy, az olyan, mint megtalálni egy gombostűt a szalmaszálba. Tehát, hogy mi okozza, az gyakorlatilag kideríthetetlen, ha csak nem csinálnak célzott kísérleteket. És ahogy mondtam, emberrel kísérletet nem csinálnak, állattal kísérletet csinálni drága, tehát amit drága? Megeszünk, azt általában. Nagyon komolyan kell kontrollálni a kísérletet. Tehát, ahogy mondtam, hogy nálunk egyszer ér minket több hatás a víz, a levegő, a táplálék, az állatoknál, hogyha egy hatást akarunk megtalálni, akkor nagyon gondosan kell szűrni a levegőt, nagyon tisztának kell lenni a víznek, és szintetikus táplálékon kell letetni az állatokat, amiben csak ezt az egy bizonyos tápanyagot, vagy vegyszert éppen, hogyha úgy tetszik, adjuk hozzá, aminek a hatására kíváncsi vagyunk. És ez a vegyszer, ez kicsit másképp viselkedik, hogyha vegyszerként adjuk hozzá, mint hogyha abban az anyaggal, amit etetnénk, például egy sárgarépának az egyik összetevője, helyett általában a sárgarépát etetik, és ha találnak valamilyen hatást, akkor oké, ezt a sárgarépa okozza, hát ez most nagyon durva hasonlat. De hogyha azt akarjuk megmondani, hogy a sárgarépában például a bétakarotin, akkor ki kell pucolni, és azt az anyagot kell letetni az állatoknak, ami nagyon drága maga a kipucolási folyamat, a vegyszer is, és hát az állatoknak a diétáját úgy kell összeállítani, hogy minden egyes tétele minden diétában, és mindig összehasonlításról van szó, az, ami benne van, meg anélkül is, azt mesterségesen elő kell állítani, ki kell keverni, meg kell etetni, és a hatást figyelni kell. Ezek ilyen százmilliók, milliók, milliárdok, csak hogy nagyságrendben, hogy el tudja képzelni a hallgató? Nem tudom, hogy Magyarországon mennyi, még azt hiszem, hogy körülbelül egy olyan 80-100 millió körül költöttünk el a... És ez 1995 környéken, 10 nap. És olyan állatokra, amik az intézet beltenyésztett állatai voltak, tehát évek után, hogyha az ember ugyanazt a diétát etette velük, és ugyanabba idős korba kezdte el, ugyanazon a nemen, 10 nap alatt ugyanarra súlyra nőtt mindig a kontroll. Tehát viszonylag kevés állatszában lehetett dolgozni. Most már iszonyatos nagy állatszámot követelnek meg, és embereknél is, hát ugye 10-20 ember nem végeznek egy kísérletet, semmit nem számít, néhány ezer kell, vagy inkább 10 000 vagy 100 000, aminek az eredményeit komolyan lehet venni. És például most, hogy kibocsátották a piacra ezeket a különböző termékeket, nyilván fogyasztják az emberek, ilyenkor nem figyelik azt, hogy mi történik az emberekkel, vagy akkor már mindegy? Nem figyelik, mert nem tudják nyomon követni. Nem tudják, hogy ki veszi meg, nem tudják, hogy ki eszi meg, nem tudja az se, hogy mennyit. Még azt mondták, hogy talán az ilyen vásárlási kártyákkal, amikor a Tesco meg a Spar meg ezek kiadnak, ott nyomon lehet követni, hogy egy vásárló mit vásárol. De az, hogy abból a családba eszik meg, hányan, ki mennyit, ki nem, vagy vala szomszédasszonynak főzi meg, vagy vendégeknek főzi, vagy másnak vette meg. Szóval ezt nagyon nehéz monitorozni, és nem is tudják megcsinálni, mert gyakorlatilag csak ilyen epidemiológia, népesség, egészségügyi kutatások volnának alkalmasak, de ezek hosszú ideig tartanak, és ezeknek a hatása nagyon kiszámítatlan. Erre például a cigaretta fogyasztás, ugye ott is a népességi adatokból derült ki, az átlag életkor, átlag halálozás, azok a betegségek, amik a dohányosoknál nagyobb mértékben fordultak elő, mint a nem dohányosoknál, onnan rájöttek, hogy mi lehet a probléma. Na most ugye itt vannak az új hálózatok, a 3G, 4G, 5G, van a vízben az új kémiai vegyszerek szennyeződése, vannak az új tápanyagok, vannak az új előállítási módok. Honnan lehet tudni, hogyha az embernek valami hasfájása van,
azt éppen mi okozza. Említette a 3-4-4G 5G-t, ugye ezzel kapcsolatban is gyakran azt mondják, hogy aki az 5G-ről beszél, az összeesküvés elmélet hívő, és hát nincsen abban semmi. Ugye azok, amelyek itt sugároznak körülöttünk a levegőben, azok ön hogy látja, mennyire... Hát ez nem az ilyen szakterületem, de amennyire én tudom, egy harmonikus sugárzás, tehát ami egyenletes, és a szervezet azt jobban el tudja viselni, de egy diszharmonikus azt a szervezet nehezebben tudja elviselni. És az 5G az diszharmonikus? És minden, valószínűleg igen. Valószínűleg minden sugárzásnak van ránk hatása, de hogy mennyi és milyen, ezt megint ki kéne kísérletezni. Na most ezt vagy nem akarják kísérletezni, vagy nem tudják kikísérletezni. És hát azt mondják, hogy a föld mágnesességének is van az emberre hatása, ugye jobban alszik, rosszabbul alszik, hogyha teli hold van, más hatás, mint hogyha hanem a szervezetünkre, a vízházhatásunkra, hogy ez a többi sugárzás hogyan járul hozzá, ezt megint olyan kísérletekből lehet tudni, hogyha egy pohár vizet besugároznak, annak megváltozik a szerkezete, hát nyilván miután bennünk is 70% víz van, bennünk is változik a szerkezet, hogy ennek milyen hatása van az életműködésünkre, azt én nem tudom megmondani sajnos. Gyanítom, hogy nem egészséges, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki adóvevők közelébe van, és ők sokszor panaszkodnak álmatlanságról, fölébrednek bizonyos időszakonként fáj a fejük, és egyéb problémájuk van, úgyhogy... Ugye nagyon nehéz konkrétumokat tudni, de arra kíváncsi lennék, hogy mennyire vannak nyilvánosan elérhető akár mérési adatok, ugye a kutatásról mondja, hogy kevés kísérlet készül, de tehát ha például valaki az 5G-ről akar úgy objektíven tájékozódni, hogy akkor az most mi meg mit bocsájt ki, akkor erről hivatalosan talál egyáltalán információt? A tudományos irodalomban rengeteg információ van, ezt nagyon nehéz úgy olvasni, hogy egy átlag ember megértse a megfelelő szakképzettség és a szakzsargon ismerete nélkül. Talán néhány évvel ezelőtt volt, nem emlékszem most, hogy 2 vagy 3 éve, a Magyar Tudományos Akadémiának egy 5G konferenciához szakértőket hívtak meg, és ők tartottak előadást. Volt a szakértő között olyan, aki azt mondta, hogy igenis vannak káros hatások, mások azt mondták, hogy nincsenek káros hatások. Engem a rák kifejlődése elég hosszú idő óta érdekel, ebben sokat foglalkoztam egy idővel a kutatásaim során, és azt olvastam, hogy a tudósok abban megegyeznek, hogy az elektromágneses sugárzásnak, amit a 4G, 5G, egyebek használnak, 6G, ezek károsak a szervezetre, de nem tudják megmondani, hogy mi az a sugár mennyiség, ami káros, és ezért nem tudnak törvényeket hozni. Viszont akkor már az élelmiszeriparra visszatérve és a rákos megbetegedésekkel kapcsolatos összefüggések területén ön hogy látja ezt az egész kérdést? Mert ugye van ez az általános mondás, amit még én földi halandó is tudok, hogy a szennyezett élelmiszer az különböző rákokat okoz. Igen, vannak különféle vegyszerek, amik benne vannak a táplálékunkban, és ezek között nagyon sok a rákkeltő, és ezeknek, amiről bizonyított a rákkeltő, a kiszűrése az folyamatban van, de nem tökéletes. És ezek bekerültek a talajba, a növények még mindig föl tudják őket venni, és a hatásuk, ameddig kikerül, az biztos, hogy valamennyi ideig el fog tartani. A GMO-s élelmiszerek rákkeltőek? Ezt nem tudom megmondani, de van rá esély, hogy az legyen. Amennyiben nagyon erős promótereket raknak a transzgének elé, és ezek, ha át tudnak kerülni esetleg a génmódosításnál, és itt inkább szóval igazából nem lehet rá mit mondani. Az biztos, hogy azok a sugárzások, még a sugárzáshoz visszatérve, például kemoterápiában vagy sugárkezelésben a rák gyógyítására használnak, arról egyértelműen azt mondják, hogy hosszabb kezelés után rákot okoz. Na most a GMO-s tápláléknál is azt mondják, hogy a ezen felhasznált vegyszerek miatt lehet, hogy rákot okoz, de lehet, hogy azt maga a növény okozza, mert megváltoztattak úgy bizonyos alkotórészt, hogy az rákkeltő legyen, vagy pedig a szervezet nem tudja méregteleníteni. Na most a rák az úgy alakul ki, hogy a sejtben egy vagy több genetikai hiba felhalmozódik. És hogyha olyan vegyszerek kerülnek a táplálékba, amik ezt a
a javító mechanizmust gátolják, akkor ez probléma lehet. És a bekerültek az utóbbi időbe az állatgyógyszerek közé az emberrendes oltások az állatoknál is, és azt mondják, hogy az mRNA-s oltásokba kerülhetnek be olyan sejtek, ahol az oltóanyagot felnevelik, hogy az oltás maga nincs jól kipucolva, ami rákkeltő és rákot okoz. Tehát ha ilyen táplálékot eszünk, itt előfordulhat, de ez megint attól függ, hogy a bélrendszerünk ezt mennyire képes elbontani. Tehát egy mRNA-s oltás a beoltott állatnak, ha a húsát megesszük, az ránk is hathat? Hogyha olyan anyag kerül az állat szervezetébe az mRNA-s oltással, ami nem omlik le, és maradandóan ott marad akkor, amikor azt a táplálékot megesszük, akkor hathat ránk is. Hm. Ahogy mondtam, vannak olyan anyagok, amiket megeszünk a táplálékkal, általában szabályozó jellegű molekulák, amik a mi szervezetünk, a mi génrendszerünkben is szabályozó funkciót töltenek be. Itt akkor kikerülhetetlen az a kérdés, hogy ugye a koronavírus járvány alatt erről meg tényellenőrizték a tényellenőrök, hogy amit mondoltások kapcsán az a tényellenőröknek nem tetszik, az pont az mRNA-s vakcinákkal kapcsolatban volt. Ugye ott is azért elmondhatjuk azt, hogy és szerintem erről itt a mi csatornánkon nyíltan beszéltünk, hogy azért ott is hát kísérleti fázisban volt, vagy hogy nem feltétlenül volt úgy tesztelve. Igen, az embereken a kísérleteket nem fejezték be, és sajnos eléggé úgy néz ki, hogy a világnak azokban az országaiban, ahol az oltás mellékhatásokat rendesen regisztrálják és követik, mint az USA-ban, Nagy-Britániában és számos országban, ott rengeteg mellékhatásról van bejelentés. Ez a COVID mellékhatás, vagy az oltás? A COVID oltás mellékhatás. Az oltás mellékhatást és a COVID hatását meg lehet különböztetni annyiban, amennyiben meg tudják nézni a tüskefehérje szerkezetét és az immunválaszt, mert amikor COVID oltást adnak be, akkor az mRNA-s, vagy pedig maga az oltás csak a tüskefehérjét szintetizálja, és csak a tüskefehérje ellen keletkezik ellenanyag. Mikor egy vírusfertőzés van, akkor az egész vírus felület ellen és a vírusalkotók ellen is képződik ellenanyag. Tehát, ha csak a tüskefehérje ellen van, akkor az nagy valószínűséggel oltás eredetű. Na most nagyon sokszor a vérben, meg egyéb helyen kimutatható az emberekben, akik megbetegedtek, vagy valami károsodásuk lett a tüskefehérje, és ezt is meg lehet különböztetni, hogy az mRNA-s oltásból származó tüskefehérje alapanyag mRNA-se, ami az ember szervezetébe kering, vagy pedig a szervezet által ellenanyagként előállított valami, mert a tüskefehérje mRNA-se az a vírusétól különböző. Különbözik a felépítése, különbözik a szerkezete, és különböznek azok az építőelemek, amik a genetikai anyagot a természetestől megkülönböztetik, egy úgynevezett pseudouridint építenek be, ami a tüskefehérjének megnöveli az oltásban az élettartamát, és segíti azt, hogy a szervezet ne tudja lebontani, és nagyobb mennyiségű tüskefehérje szintetizálódjon a genetikai anyagról. Ilyen értelemmel sajnos azt kell mondanom, hogy ha azt a definíciót veszük, amit a GMO-knál, hogy egy csak laboratóriumban előállított szintetikus anyagot viszünk be a szervezetbe, ami egy testidegen fehérjét szintetizál, akkor azt kell mondanom, hogy az mRNA-s oltások, miután egy laboratóriumban előállított genetikai anyag, amit nem természetesen mesterséges úton az injekció egy zsírburokba juttatunk be az ember szervezetébe, az génmódosításnak számít. Ugye a beszélgetésünk egy pontján mutatta a pohárba, hogy mondjuk, ha bemegy a GMO-s élmiszer, akkor az ennyi méreg, ennyi méreg, ennyi méreg. Ha feltételezzük azt, hogy az oltás, vagy ezek az mRNA-s alapú oltások is kellő dilemmával rendelkeznek, akkor az mennyire töltik meg a poharat? Tehát ez egy pici dolog, olyan, mintha megettünk volna egy GMO-kezelt. Erről semmit nem tudok mondani, mert az egyértelműen bebizonyosodott, hogy a különböző oltásokban különböző mennyiségű mRNA-s van, és az embereknek a testsúlya, a térfogata, az életkora különböző, és ettől függ, hogy ez hogyan oszlik el. Tehát egy nagyobb embernek nyilván nagyobb a pohara, mint egy 12 éves gyereknek.
akit már be lehet oltani. Tehát, hogy ki mennyi anyagot kapott, meg a szervezetnek meg, az érzékenysége is. Ezt idővel, meg hogy kinek milyen hatást vált ki, hogy idővel azt... ki tudja a szervet küszöbölni, mert akármennyire is mesterségesen úgy csinálták az mRNA-st, hogy az ne bomoljon le, egy idő után a sejtek cserével mindennel csak-csak kiürül a szervezetből. Valószínűleg ezért mondják, hogy fél évenként kellenének a boosterek, mert fél év alatt ez kiürül. Na akkor ez lenne a következő kérdésem, hogy mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ő valami fajta méregtelenítést vagy valamit csinálna oltással kapcsolatban, és hogy erre például van bármi lehetőség? Tudok olyan emberekről, akik azt mondják, hogy tudnak méregteleníteni. Na most itt az oltás az maga a genetikai anyag. Az ellen méregteleníteni úgy lehet, hogyha az nem működik. Nem az oltás genetikai anyagával van általában a probléma, avval a transzgénes fehérjével, amit ez az mRNA-s termel, ugye, mert ez ellen kellene szintetizálódjon az ellenanyag, ez az oltásnak a célja. Na most ez a megszintetizált fehérje, ez egy meghatározott receptorrendszerhez kapcsolódik, és ha vannak olyan anyagok, amik ezt a kapcsolódást megakadályozzák, akkor nem tud a tüskefehérje kapcsolódni a receptorjához, és könnyebben kiürül a szervezetből. Ilyen anyagok vannak, ezeknek a léte és azonsága az ismert, ide tartozik a fenyőrügy, a gyermekláncfut gyökérben lévő anyagok, számtalan más gyógynövény, ami megakadályozza, és vannak olyan gyógyszerek is, amik megakadályozzák. Hát rossz jelvek szerint az Ivermectin volt az egyik ilyen. Amire azt szokták mondani, hogy féreghajtó egyébként. Igen, hát valóban féreghajtó is, mert a Ivermectin feltalálója egy japán kutató, aki az Ivermectinnél Nobel-díjat kapott, ennek az előállítása rendkívül olcsó, és ezt valóban féregtelítésre, különösen az afrikai, ázsiai országokban nagy mennyiségben használták, és semmiféle káros hatását nem vették a szervezetre észre. Vannak a tudományos irodalomban olyan adatok, hogy az Ivermectin még a rák keletkezését is részben megakadályozza. Hogy miért nem engedélyezték a COVID-19-et, ezt aztán megint nem az én kompetenciám megítélni, valószínűleg vagy gazdasági, vagy politikai döntés áll mögötte. Akkor ez a mai utolsó kérdésem, hogy a kutatások mögött, meg így az egész, most ugye beszéltünk élelmiszerről, de talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a génmódosítás és az ilyen dolgok mögött, mennyire áll a politika, meg a gazdasági megfontolás, és mennyire tapasztalható az, hogy amikor van egy-egy kutatás, vagy egy-egy valami fajta felfedezés, akkor ott kőkeményen abba beleszól a politika, meg a gazdaság. Hát szerencsére most már laboratóriumi kutatást az elmúlt 15-16 éve nem végzett. Ez szerencsére? Igen, azt mondom, hogy szerencsére, mégpedig azért, mert a laboratóriumi kutatások azok most már úgy mennek, hogy az embernek pénzt kell a kutatásaira szerezni, projekteket kell beadni, amit vagy az állam finanszíroz, vagy valamilyen magáncég. Amennyiben egy magáncég vagy ipar finanszírozza a kutatást, ők egyértelműen meghatározzák, hogy mi lesz a vala kutatási eredménye, amit az ember produkál. És mi szokott lenni? Hogyha olyan, hogy nem kedvező, akkor azt betiltják és nem engedik publikálni, arról hallgatnak. De a pénzt kifizetik. A kutatási pénzt kifizetik természetesen, de hát a kutató, szóval kétféle kutató típus van, én úgy gondolom, az egyik, akit a kíváncsiság vezérel, és szeretné tudni, hogy a világ hogyan működik. És van egy másik olyan kutató fajta ember, aki ebből pénzt akar magának és hasznot csinálni, vagy pedig egy vállalaton keresztül akar pénzt csinálni, mert ő meg akarja változtatni a világot. Ez a két alapvető kutató-kutató. És hogy azért nehéz, mert nyilván a kutatáshoz meg pénz kell. Igen. Tehát nem feltétlenül a saját egzisztencián, de már maga az, hogy a környezet, a laboratórium. A kutatónak, aki a vezető kutató, annak nem csak a saját pénzét kell megteremteni, meg a vegyszerek és a kísérletek árát, hanem sokszor a kutató erőt is, aki dolgozik, a dolgozók pénzét fizetését. Tehát itt nagyobb pénzekről beszélünk mindig. És aki ezt, az angolok úgy mondják, hogy aki fizeti a primást, az választja ki a nótát. Igen. És ez a kutatásban nagyon igaz.
Ez a 1980-as évek elején kezdődött igazából, amikor a kutatásnak kellett, hogy gyakorlati haszna legyen, és lehetőleg valamilyen vállalatot vagy vállalatokat be kellett vonni a kutatásba. Akkor kapott az ember pénzt. Legyen ez akkor még hazai, de ugye ez igaz volt a nemzetközi szintéren is, és a kutatói függetlenség olyan nem létezett innentől kezdve, hanem megszűnt, mert ha olyan kutatási eredményt publikált az ember, vagy talált, ami megfelelt a vállalat elképzeléseinek, akkor azt lehetett publikálni a tudományos irodalomba, és kikerült a nyilvánosság, a kutatói nyilvánosság elé. Aztán voltak olyan kutatások, amikre azt mondták, hogy ezt az eredményt ezt nem akarom, hogy publikálja, és akkor az nem került ki soha a nyilvánosság elé. És sajnos azt kell mondani, hogy vannak olyan kutatók is, akiket meg lehetett fizetni, hogy bizonyos fajta kutatásokat kutassanak és közöljék le, még akkor is azok nem egészen úgy voltak. És innentől kezdve a kutatás az egy olyan szakmává lett, ami hát engem most már nem volt semmilyen szempontból. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, szerintem sok fontos információt megtudtuk, illetve ha a hallgatóknak van kérése, akkor azt írják meg kommentben, és hogyha ön is vállalja, akkor lehet, hogy ezekkel a kérdésekkel majd még egy következő adásban lehet érdemes lenne foglalkozni. Természetesen. Bardos Zsuzsanna, köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.